Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Gémesi György polgármester, az Új Kezdet elnöke. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mi történik az Új Kezdetben? Semmi, ami ne lenne megfelelő a megfelelő stádiumnak. Ugye talán már a nyilvánosság elég régóta értesült arról, hogy elindult egy együttműködés, megállapodás, kidolgozása. Láttuk a színpadon, amikor megtapsolták magát. Így van, ez gyakorlatilag... Haragudtunk is, hogy előtte nem volt itt elmondani nekünk a titkos megállapodást. Hát, hogy mi a részlet, mik vannak a részletekben, az most már kiderült, hiszen van egy közös miniszterelnök jelöltünk, van közös programunk, a héten egyébként erről is még lesz majd szó, hiszen bemutatjuk, akkor van közös jelöltjeink és közös listánk. Akkor nézzük azt, hogy mit nem értenek a nézőink, meg gondolom, hogy én sem. Ön a harmadik helyen szerepel, de azt mondja, hogy polgármester marad, akkor ez most hogy fog rendeződni? Hát úgy fog rendeződni, sajnos összeférhetetlen a két funkció, így nekem választani kell, és a polgármesterséget fogom választani. Egyrészt 19-ig van mandátumom, másrészt az önkormányzati szektorban van gyakorlatom, és azért nem áll meg a választásokkal az élet, tovább kell építkezni. Az Új Kezdet még nagyon az elején van ennek az építkezésnek, és én azt gondolom, hogy a polgármesterség mellett ezt a munkát választom. Tehát persze nyilván ma 100 emberből 102 azt választaná, tehát hogy belül a parlamentbe. Tehát Lengyelországban, hogy van egy miniszterelnök, akit a pártvezér hátulról dirigál? Nem. Én nem mondom, hogy nekem dirigálni kéne. 19-ben ön újraindul, akkor majd gödöllői polgármesteri címért? Jelenlegi elképzeléseim szerint igen, tehát vannak feladataim, van dolgom. Ha megkapom a támogatottságot, akkor csinálom, ha nem kapom, akkor nyilván majd átgondolom a jövőt. És akkor, mint az Új Kezdet polgármester jelöltje indul? Nem, helyben mindig lokálpatriótaként indultam. 1994 óta. 94 között voltam MDF-es polgármester, mert akkor a képviselőtestület választotta a polgármester, és aztán 94-től ketté választottam az életemben is, és Gödöllő szempontjából is a politikát és a helyi dolgokat, és azt mondtuk, hogy létrehoztunk egy lokálpatrióta klubot, amihez lehet csatlakozni minden olyan embernek, hogy lokálpatrióta, mindegy, hogy mennyi van még ebből a lokálpatrióta klubban, benne van még egy kadencia? Szerintem eddig vezető helyi civil szervezet, és megvan a támogatottsága. Bízom abban, hogy a következő körben is meg lesz, és utána is meg lesz, hogy nem lesz. Ki van még a mai politikába? A helyiben, vagy a országosban? Egyáltalán az országosban. Hát a Fideszben van egy-kettő, ott ülögélnek. Egy-két túlélő. Hát nevezzük túlélőnek, vagy nem túlélőnek, hát dezertőrnek is nevezhetjük, mert például annak idején Oninger Jenő is, meg Demeter Ervin is ott hagyták az MDF frakciót. Tehát ilyen szempontból ők átálltak. De igazán a politikában, aki ott van a ismertségi szinten, ma nem sok van, már gyakorlatilag. Mennyire talál ön otthont és az Új Kezdet az LMP-ben? Nem kell nekem otthon találni, az Új Kezdet az Új Kezdet. Az egy külön önálló párt. Lokalitásra épít, polgármesterekkel van feltöltve nagy része, persze nem csak polgármesterek, önkormányzati emberek, képviselők, és ez a továbbiakban is így lesz, tehát nem egy fúzióról van szó, hanem egy együttműködésről. Értem, a választások ki fog indulni idején. A harmadik helyen akkor az LMP listáján? Azt majd akkor eldöntjük, amikor odaérünk. Most még nem kell, most én vagyok, nyilván a választások során ott lesz a nevem, hiszen azért is vagyok a listán. Az első öt név az látszik, és világosan demonstrálni szeretném, hogy én ezzel a csapattal vagyok, hiszen az LMP lesz a jelölő szervezet. Nem, miben ért egyet ön az LMP-vel, illetve miben nem? Hát a közös program az gyakorlatilag elkészült, tehát ott abban megkötöttük a kompromisszumokat. Mennyire zöldült meg? Nem, én zöld voltam, mert a MDF is zöld színű párt volt. Nekem a zöld az egyik kedvenc színe, hiszen a műtő színe is zöld.
és én ugye 10 évig operáltam és sebészkedtem. Igen, de mindent lehet mondani magáról, sőt sportolt is, és mindent idáig arcátlanul, kiválóan csinált. Nem is hiszem, hogy vannak ilyen tökéletes emberek. Na egyszer majd kiderül, valami biztos, valami nem tökéletes. Tökéletesnek nem mondjuk, mert mindenkinek megvan a maga hibája, nekem is megvan, és ezt igyekszem nem elkendőzni, hanem ezt vagy elfogadni, mint hibát, vagy adott esetben törekedni arra, hogy jó. Az LMP zöld, meg egy kicsit van, akik azt mondják róluk, hogy baloldali, de maga minden, csak nem baloldali. De mi a baloldal? Mi a jobb oldal? Hát ez nézőpont. A Fidesz kérdése. Jobb oldali párt? Hát nekem mondjuk az izraeli Likud párt a jobb oldali. A Fidesz az egy bolsevik alapon szerveződő, nemzeti kommunikációt folytató propaganda párt. Régen messze van attól, hogy a jobb oldali legyen. Nagyon, nagyon megkeményedett utolsó találkozásunk. Ezt én elmondtam többször. Itt most mondja ezt először. Itt először mondom, de nekem ez a véleményem. És nem én találtam ezt ki, ők mentek oda. Ez óriási különbség. Mert mondja meg nekem valaki, hogy az a párt, amelyik mondjuk Ángyál Józseffel, aki a államtitkára volt a Fidesznek a második Fidesz kormány során, és aki elmondta a véleményét, professzor volt Gödöllőn, és adjunktus vagy tanszékvezető egyetemi tanár a környezetgazdálkodási szakon, amikor elmondta a véleményét, és ez nem tetszett, és többször elmondta, kirúgták, a kart is felszántották, felszámolták, ahol ő tanított. Az ő nem bolsevik alapon az szerveződő párt, amelyik kinyírja az embereit, hogyha nem úgy történik. Ez az ön véleménye, én akkor nem voltam itt, történelemmel etéren nem foglalkozom. Ő otthonra talált az új kezdetben? Agyáuska nem, ő befejezte. Én jó kapcsolatban vagyok vele, egy egyházközségbe járunk. Na, de nem értem. De. Ha valaki egyszer a politikába belement, azt nem lehet csak úgy befejezni. Az olyan, de van bacíros. Politikán kívül is élet. Én nem kívántam ide jönni. Azért ezt mondjuk meg őszintén, nem ez volt az élet célom. Nem azt gondoltam, hogy... Akkor mégis miért? Mert a kérdés fölmerül, hogy megteheti-e valaki azt, hogyha van hozzá felkészültsége, és látja azt, hogy a dolgok így mennek, ahogy van, nem teszi meg a dolgát. Ez nem csak az én feladatom, a választópolgárok feladata is. Például, hogy elmennek választani, hogy nem 55% megy el választani, hanem 80%. Ez a feladatuk, nekik is el kell menni, és akkor lehet ezt választani. Ezt úgy szoktam mondani, hogy az embereknek nem csak jogaik vannak, hanem kötelességeik van, is önmagukkal szemben. Mert aki nem megy el választani, az utána ne pampogjon. Így van. Tehát én sem így képzeltem el az életemet. Én úgy képzeltem az életemet, hogy ott a önkötésságon és a Gödöllőn teljesedik ki a vége. De nem teheti meg az ember ezt. És még egy dolog. Mit mondok az unokámnak, amikor megkérdezi majd tőlem 18 évesen, hogy nagyapa, akkor, amikor te ott voltál polgármesterként, a politikában ennyi évet eltöltöttél, mit tettél azért, hogy nekem ne külföldön kelljen megtalálni a jövőmet? Mit tettél azért? Vagy mit tettél azért, hogy nem Mészáros Lőrinchez kell dörgölőzzek? Meg a politikához, hogy valami, hogy előre jussak, hanem a képességem, a tehetségem, amit megtanultam, az alapján kerüljek oda, ahova én jogosultan oda kerülhetek. Mit mondok neki? Hát kérdezem, hogy mit fog mondani, hisz az unoka már megszületett. Hát ott első általános iskolás. Tehát akkor hamarosan majd egyetemista lesz belőle még egy... Reméljük, hogy a hazáját fogja szolgálni, mint ahogy egyébként a nagyapja is, és nyilván az édesanyja, édesapja is. Az én szüleim is. Mert ez a dolgunk, ennek a népnek vagyunk a gyermekei, itt élünk, ebben a hazában, ezt a közösséget kell szolgálni. Na de az utóbbi mondatokból kiderült, hogy ön egy hazafi. Na most, hogyha én egy hazafi vagyok, akkor az ország érdekében koalícióképes is vagyok. Tehát mindenkivel, aki nem anti-hazafi, aki nem a magyar nemzetet, a magyar népet szolgálja, a cél érdekében ezzel akár együtt is működik. Teljesen egyetértek. De kivel is? Azokkal, akik 7,5 éven keresztül semmit nem tudtak letenni az asztalra, azokkal, akik ugyanazzal próbálkoznak, mint 2014-ben, ahol megbuktak. Ezek az emberekkel nem lehet. Ugyanazok a szereplők, könyörgöm. Tehát nincs semmi megújulás. Az a kérdés, hogy kinek milyen lapot osztanak. Ki hova kerül. Ez az ön személyes véleménye. Ők sikerekről számolnak be. Milyen sikerekről? Kérdezem tőlük, mondják meg, milyen sikerekről számolnak be az elmúlt 7,5 évben. Én csak a kérdező vagyok. Bocsánat. Egyrészt, 2010-ben miért lett a Fidesznek kétharmada? Miért lengett inga, át az inga annyira? Ki tehet arról, hogy kétharmada lett? Nézzük azok az emberek, akik nem mentek el szavazni. Nem. Azok, akik azt a helyzetet teremtették elő, leszámítva Bajnai Gordont, aki már az utolsó pillanatban került bele, a legnagyobb nehéz gazdasági helyzetbe kellett valamilyen formában kiutat találni. De előtte,
hogy kik pancsolták el azt az időszakot úgy, hogy e tekintetben az lett a magyar állampolgárok véleménye, hogy mindenki csak ők, ne? Erről kitehet. Kettő. És az elmúlt 7,5 évben hol van egy új arc? Egy olyan új arc, amelyik versenyképes. Hol itt van egy felépített ember? Itt most a Fideszre gondol, vagy a szocialistákra gondol? Hát a 7,5 évben ellenzéki politikára beszélek, hiszen a Fidesznek megvan a régi új arca, az most már mindig biztos, hogy minden szavazatot megkap, örökös elnök. Hát azért az igazság, hogy azt azért mondjuk meg, hogy semmi nem tart örökké. Ezt már megmondta annak idején a Lépés. Az örökkévaló az 35 évre kalibrált minket, csak a technika csodája, hogy eljutunk 70-ig, és a bölcsrabik azt mondják, ha már 70-ig eljutottunk, na még egy pár évet, aztán eljutunk 80-ig. Az mindig a következőn kell túl lenni. Tehát akkor a kérdésem a következő, hogy miért pont LMP? Ők voltak az egyetlenek, akik erre egy... Nem volt a kormányom, tehát nincsen sérülés. Kettő... az elmúlt időszak tevékenység. De vannak ott azért az LMP-ben, akik már voltak kormányok, államtitkárok voltak, a szocialista süllyedő hajóról államtitkárként ki van ott? Mi azt hiszem, hogy van ott, nincs. Aki volt környezetvédelmi államtitkár már. Szerintem nem. Egy régebbi kormányban. Összességében nem ez jellemzi az LMP-t. Én nem voltam államtitkár, nem voltam miniszter, nem voltam kormánytag. Nyilván az MDF-nek tagja voltam, tehát mondhatni rám is, hogy én is egy bukott MDF-nek vagyok a tagja, csak akkor az MDF, amikor én... De annyira akarja, akkor mondom, hogy maga egy bukott, egy eltűnt pártnak a túlélője. Voltam a tagja. Hát túlélője nem, mert amit én letettem, azt nem az MDF csinálta meg nekem, hanem én magam. Én segítettem az MDF-et azzal a sok értékkel, azzal a munkával, amit a magam területén. Gondolom, hogy büszkék is voltak magára. Hát igen, adott esetben még Antal József mondta 1993-ban a Cserkés Gyembori emléktábor 60 éves emlékére rendezett emléktáboron. Talán utolsó előtti szabadtéri fellépése, vagy nyilvános fellépése volt Antal Józsefnek, és úgy mellettem meghalottam, mellettem mondta a Súrján László édesapjának, az öreg Súrjánnak, aki a Cserkész Szövetségnek akkora elnöke volt, ez a mi polgármesterünk, a legjobb polgármesterünk. Ezt mondta nekem. Lehet, hogy azért is mondta így, hogy én ezt halljam, de én akkor annyira büszke voltam arra, hogy az, akire felnézek, aki tényleg a saját életét is beáldozta azért, hogy tudja végezni a küldetését, az engem akkor megdicsért. Tehát ezért mondom, hogy én egy ilyen akkor párban mégis csak is van velünk valami közös, hisz én akkor külföldön éltem, de 3 napig a miniszterelnök úrnak a szinkron tolmácsa voltam neki, és Samir miniszterelnök úrnak csodálatos volt, mert mind a kettő elfogadott. Hát nem volt egyszerű dolog. Hát nyilván nem egyszerű, de azt gondolom, hogy viszont történelem. Viszont nagy ajándék. Nagy ajándék és történelem. Akárki akar, az már történelem. És történelem, eleinte nem tudott a pimasságon valamit kezdeni, mert a harmadik mondatban azt mondtam, hogy miniszterelnök úr, több mondatokba tessék. Igen, mert ő rám nézett, igen. Mondtam, én ezt így nem tudom lefordítani, hisz ha igen. Én nem értem, akkor nem tudom tolmácsolni. És mondta, és elkezdett több mondatokba beszélni, szépen tagoltan, és a végén még én is megértettem, de itt most önről van szó, nem a megboldogult miniszterelnöktől. Mit vár ettől a választásoktól? Ez a költői kérdés. Még azt szokták kérdezni, hogy miben lennék elégedett. Azt engem nem értek most, mit vár? Mibe hisz? Én abban hiszek, hogy... Tanácsadójukkal már beszélt, vagy önnek nem ad tanácsokat? Ő egy kampányszakember, az egy más tanács, egy kampányszakember. Amit én várok, amit én gondolok, az, ha sikerül, és van már ötte támogatottság, hogy ne legyen 50% képviselője a Fidesznek. Ez nem egy elérhetetlen cél, és abban a pillanatban van kontroll, abban a pillanatban van megegyezési kényszer, és ez már egész más helyzetet teremt Magyarország számára. Azt el lehet érni, akkor szerintem már egy óriási tudtunk mi magunk. És akkor együtt tud működni a Fidesz-el a haza érdekében? Hogyha már megvan a kontroll. Én mindenkivel együtt tudok működni ügyek mentén, az egy más kérdés. De azért én azt gondolom, hogy ennek a Fidesz kormánynak van miről beszámolnia és elszámolnia, és ha olyan lesznek az erőviszonyok, akkor ennek meg is kell történnie. Lassan túl vagyunk a műsoridő keretein, de még azért van egy kérdésem, van egy Jobbik 1-2-3, nem tudni, hogy a választásokon is lesz-e. El tudja képzelni, hogy valamilyen módon velük együttműködik? Nézd, az a igazság, hogy nem tudom, Jobbik 1-2-3, hogy mit jelent. Ma a Jobbik 1-2-3, van egy Jobbik, ami tulajdonképpen elképzelhető, hogy háromra hasadnak.
Nagy kérdés, nem lesz egy egyszerű az ő következő néhány hónapjuk, de én azt gondolom, hogy addig, amíg ebben a pártban ott vannak azok, akik rasszisták, antiszemiták, kirekesztők, azokkal nem tudok együttműködni, és az ugyanabban a pártban van. Tehát ez sajnos az új kezdet számára elfogadhatatlan. Kedves nézőim, az elmúlt bő negyed órában megismerhették, ha még idáig nem figyeltek oda, egy pártra, az új kezdete, amely az LMP-vel működik együtt a választásokon, és természetesen Gémesi György polgármesterre, aki továbbra is a gödöllőiek mellett teszi le a voksát, és 19-ig őket szolgálja, ő van a harmadik helyen. Innét folytatjuk legközelebb, köszönjük a rendelkezésünkre állt. Kedves nézőim, előzetesek, és már is jövünk vissza.